A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szeretettel köszöntöm Önöket, a Fehérvár Televízió Városrészek Titkai című műsorát látják. Ebben a műsorban az elmúlt években igyekeztünk bemutatni Székesfehérvár nem csak a titkait, hanem jól ismert épületeit is. Hallhattak fehérváriakról, hallhattak a történelemről, de a jelenről is. Folytatjuk a bemutatást az utóbbi hetekben, sőt hónapokban képek, régi képek segítségével ismerkedhettünk a várossal. Régi már történelemből, de jól ismert fotósok, fényképészek életét ismerhettük meg, és a fényképek terén megyünk tovább. Már megérkeztünk az 1940-es évekhez, innen fogjuk folytatni. Köszönhetően szakértőnknek, Váci Márk történésznek, városkutatónak, akit most is nagy szeretettel köszöntök. Szervusz Csilla, szeretettel köszöntöm én is a kedves nézőket. Amikor megkaptam tőled a mai képek listáját, hát nagyon örömmel néztem, és nagyon izgatott lettem, hiszen csupa olyat fogunk látni, amit azért már jobbára ismerhetünk, csak egy picit visszatekinthetünk a múltban, megnézhetjük, hogy milyen volt akkor, amikor talán még nem is éltünk, vagy mondjuk én már azért éltem, csak még nagyon kicsi voltam. Szóval ilyenkor már szívesen úgy nosztalgiázik az ember a közösségi megosztón is, hogyha megjelenik egy kép, sokan írják oda, hogy hú, arra jártunk minden nap, vagy a nagyapám mondta, és a nagyapám ott szokott vásárolni. Tehát azért ezek már ilyen emberközeliek, ezek a képek. Próbáltam úgy összeválogatni ezeket a képeket, ugye múltkor 1939-nél nem fejeztük be, csak hagytuk abba ugye a képek nézegetését, és ma is ugyanúgy a Fortepán fotóadatbázis anyagából válogattam. Ugye ez egy közösségi felület, ahova adományozók küldenek be, töltenek fel képeket, és ezeket lehet szabadon felhasználni megfelelő hivatkozással természetesen. Tehát ez egy közösségi gyűjtő oldal igazából. És 1940-nel folytatjuk ma, 30 darab fotót hoztam összesen, és próbáltam úgy összeválogatni, hogy az úgynevezett régi Fehérvárt tudjuk még bemutatni. A végén lesz egy-két újabbnak mondható fénykép a 70-es évek elejéről, 1971-ről, hiszen a 70-es évek elején kezdődnek el a nagy lakótelepi építkezések, a nagy bontások, ugye az újraépítések már a 60-as évek elejétől zajlanak folyamatosan, de a legfontosabb és leglényegesebb változások a 70-es évek elején következnek be. Ezeket pedig főleg a palotaváros és egyéb városrészek kapcsán fehérvári és fehérvári illetőségű fotósoknak az anyagán keresztül szeretnénk majd a következő adások során bemutatni. Úgy gondoltam, hogy ez egy nagyon jó felvezető lesz ehhez a témához. Mint említettem, laikusnak és nekem ezek a képek azt jelentik, hogy jé, így nézett ki akkoriban, meg jé, amikor ott parkoltunk még a belvárosban, és ott vannak a úgy mondjuk, hogy a keleti oldalról érkezett autók és egyebek. De mit jelent mindez a történésznek? Hát ugye a fénykép, én ezt már nagyon sokszor elmondtam ebben a műsorban is, egy nagyon jó történelmi forrás. Bármilyen jellegű fotóról legyen szó, akár személyt ábrázol, akár egy épületet, akár bármilyen eseményt, hál' Istennek Fehérvár vonatkozásában ilyenekkel is találkozhatunk, hiszen képet kaphatunk a városnak az életéről, és a város történet bizonyos eseményeiről, bizonyos korszakairól, akár az öltözködésről is, a szabadidő eltöltési szokásokról. Tehát annyi sok téma van mondjuk a várostörténeten belül is, amivel lehet foglalkozni, hogy rendkívül jó adalékot nyújtanak a különböző témákhoz. Fogunk majd olyan képet mutatni például, amin egy házaspár van, egy középkorú házaspár, mögöttük egy emlékmű, aminek szintén van egy saját meglehetősen hosszú története, és egy olyan felsővárosi látkép van a háttérben, egy utcasor, amiben megjelenik két épület. És például az egyik épületnek egészségügyi vonatkozása van, egészen pontosan egy gyógyszertár, a szomszédos épület egy vendéglő, ami ráadásul egy sportegyesületnek volt a székhelye. Tehát egyetlen egy képben már is nagyon sok mindent össze tudtunk foglalni, és nagyon sok mindent el tudunk mondani egyetlen fotó alapján.
Lehet ez egy műtermi kép is természetesen, ahogy ugye találkoztunk már itt a fotótörténeti sorozat első néhány adásában ugye műtermi képekkel. Itt is ugye a műtermek történetét megismerhetjük, azt, hogy hogyan változott a grafika, hogyan változtak a reklámfelületek, hogyan alakult át, modernizálódott egyáltalán a fényképeknek ugye akár a reklám funkciója, akár az, hogy levélben feladhatók voltak, vagy képeslapként feladhatók voltak. Ugye kezdve az egészen kezdetleges vizitkártyáktól, ugye a legelsőktől, egészen addig, hogy igazolványképek készülnek tömeges mértékben, és hát egészen addig, hogy ugye elkezd leépülni ez a, mondjuk úgy, hogy fényképész társadalom, és a műtermi fényképészeknek a műtermi fényképészek igazából átadják a helyet a profi, vagy amatőr fotósoknak, akik már leginkább helyszíneket örökítenek meg, és kültéri felvételeket készítenek. Én azt mondom, hogy akkor kezdjük is el, nehogy megint kapkodni kelljen a műsor végén, mert nem férnek bele a képek, úgyhogy kollégáim segítségét fogjuk kérni, akik mutatják majd a nézőknek a képeket, mi pedig el tudjuk mondani, azaz egészen pontosan már kell tudja mondani, hogy mi mindent látunk. Kezdjük akkor az első képpel. Az első kép 1940-ben készült, ahogy említettem is, és a Károly király teret ábrázolja. Ha nem mutatnánk hozzá a képet, akkor sokáig kéne találgatni, hogy melyik is lehetett ez pontosan. A mai Városháztérről van szó, ami ugye a II. Világháború után meglehetősen hosszú ideig Szabadságtér nevet viselt, a számozása is minden egyéb változott. 1939. december 10-én ugye a Limanovai csata évfordulóján avatták fel ezt a Pácai Pálféle 10-es huszár emlékművet, és ebből is lehet részben datálni ugye a fénykép készítését, tehát semmiképpen nem lehet 1940 előtti, hiszen ahogy láthatjuk, ez már inkább egy tavaszi, vagy talán egy nyári fotó ugye az öltözködés a viselet alapján, és ugye 39 decemberétől áll maga az emlékmű, a Fortepán adatai szerint 1940-es. Amit a háttérben nem látszik, hogy az emlékmű felavatásával egy időben felavattak egy domborműves emléktáblát, ami Mackensen vezértábornagynak, az ezred utolsó tulajdonosának állít egyébként emléket, illetve az ő tiszteletére készült, hiszen ekkor még élt. Egyetlen egy képeslap van róla, amin egyébként ez az emléktábla látható. 1945 után eltűnt az épület faláról. Az egyik legmeghatározóbb szobor Székesfehérváron, hiszen belebotlik az ember, ha a belvárosban jár, és magaslik az ott sétálókra. Tehát azt hiszem, hogy ez az a szobor, akit mindenki észrevesz. Menjünk tovább. A következő kép szintén 1940-ben készült a Zichy ligetben, és itt is egy emlékművet láthatunk egyébként a háttérben, a Szent Háromság emléket, ami 1960-ban került át egyébként a mai Szent Sebestyén térre. Bori Jenő restaurált az 50-es évek második felében valamikor, ugye 1958-ban hunyt el. Tehát valamikor az 50-es évek második felében történt, és ugye itt eredetileg egy kálvária állt nagyon sokáig, már a 18. század végétől, ami aztán áttelepült a Palotai útra, és kiegészült további stációkkal. Ezt a Szent Háromság emléket pedig ugye a Havranek cég készítette, és meglehetősen sokáig, körülbelül 100 évig egyébként ezen a területen volt megtalálható, aztán utána telepítették át a felsővárosi Szent Sebestyén templom elé, és ugye azóta is több mint 60 éve most már azon a területen látható, és jó helyen van, én azt gondolom. Nekem az is feltűnt, hogy mennyivel nagyobbak a fák már azóta, mennyivel ligetesebb valójában az Zichy liget. A következő kép még mindig 1940. Igen, és ez az a kép, amit itt a bevezetőben is ugye említettem. Egy középkorú házaspárt láthatunk a Mária oszlop előtt, ugye ez a Móri út és a Szent Sebestyén tér találkozásánál látható. Ez az emlékmű. Ugye maga a történet az... Most viszonylag röviden elmondom, arról van szó, hogy volt valamikor egy pellengér oszlopa a városnak, itt a Győri út mentén, ugye ezt valamikor így nevezték, a mostani Móri utat, ugyanarra megy igazából ugye az út, és aztán ennek a pellengér oszlopnak a kövéből faragott egy Mihály Grabner nevű faragó,
egy Mária oszlopot. Tehát lett belőle egy kis képoszlop igazából, és itt helyezték el egy kovácsoltvas kerítéssel ezen a területen. Nagyjából egyébként itt volt a pellengér oszlop is eredetileg. Ugye ez egy büntető eszköz, nyilvános megszégyenítés célját szolgált, ugye vasláncokkal kikötözték oda az illetőt, és hát ugye szégyentáblát helyeztek a nyakába, ugye láthatjuk ilyen mindenféle középkori témájú filmekben, hogy gyakran megdobálták, megköbdösték az illetőket. Ami a háttérben látható, egyébként érdemes megnézni ma ezt a házsort, igazából az az egyetlen egy kis háromszögletű részlet az, ami még áll belőle, tehát ez a pici házikó, ott a sötét színű kaputól balra, hogyha nézzük. Az összes többi épület az elbontásra került egyébként, egészen a szép hő irodaházig, az is ugye egy viszonylag új építmény. És amit itt láthatunk, hogyha jobbról balra megyünk visszafelé, ugye egyrészt egy patika épület, ez a Bierbauer János által alapított Szent Sebestyén patika, amit akkor már az ő örököse, egy későbbi tulajdonos vitt, és ennek a szomszédságában látható egy vendéglő, Jankovics Imrének a vendéglő, és ebben működött a székesfehérvári, ha jól emlékszem, kerékpáros klub. Tehát ez volt a székháza, és ennek az egyesületnek vagy klubnak volt a háznagya, Jankovics Imre, akit az 1940-es évek elejé források említenek. Tehát ennyi mindent tudunk például egyetlen egy fotó alapján leszűrni. Ahol a fotós nyilván a két emberi alakot akarta fényképezni, de milyen jó, hogy ilyen teret választott hozzá, ilyen hátteret választott hozzá. De bocsánat, hogy ilyet veszek észre, de nem antenna, hanem elektromos áram elosztót látok a háztetőn, ugye? Igen. Mert antenna lenne még azért korai. Belvárosi felvételeken is sok ilyet lehet látni, illetve belváros környéki épületeken. Van, aki egyébként kifejezetten ezeket kutatja Fehérvár villamosításával és egyebekkel kapcsolatban. Éles szeműek ezeket észre szokták egyébként venni. Ugye mindig attól függ, hogy ki milyen témával foglalkozik, és mi iránt érdeklődik. Azt tudja észrevenni a történetből. Nos, hát akkor ez volt a Mária oszlop 1940-ből. Lépünk egy évet? Igen, egy évet lépünk, és itt már benne vagyunk a második világháború időszakában. Ugye Magyarország hivatalosan is bekapcsolódott a második világháborúba 1941 nyarán, és a sóstói lőtérről láthatunk egy felvételt. Ha jól emlékszem, az Ikarusszal kapcsolatban, meg a sóstóval kapcsolatban már mutattuk annak idején ezt a képet, és részben szóba is került. Igazából csak annyit szeretnék róla elmondani, hogy ez egy olyan területet ábrázol, ami ma már nem létezik. Pontosabban maga létesítmény nincsen, hiszen a sóstói lőtér az ott volt megtalálható, ahol a természetvédelmi területen ma a lődomboknak nevezett rész van. Ugye három darab domb maradt meg összesen, a többit elhordták a 90-es évek elején, és itt ma gyurgyalagok és parti fecskék fészkelnek egyébként ezekben a lődombokban. Hatalmas változás. Hatalmas változás, igen, hát és sokkal csendesebb természetesen a környék. Ugye ez egy sport célú lőtérnek indult, miután ugye a trianoni békeszerződés ugye elég jelentős haderőleépítést írt elő, és ugye hadsereg fejlesztése nem volt lehetőség. Többek között ezért került ugye a Levente mozgalom bevezetésre, és egyáltalán ugye feldúsításra ennek a létszáma. És hát ugye a második világháborús hadikiképzésben bizony a Levente mozgalomnak nagyon fontos szerepe volt, és sajnos nagyon sokan többek között itt Fejérben is életüket vesztették, akár felvidékről érkezett leventék, akár az ország más részeiből érkezettek, tehát azért ennek szomorú apropója is van. Nos, hát akkor folytassuk, hát ha egy kicsit majd szívderítőbb képeket is láthatunk, már a következő kép az emlékképe. Igen, és olyan szempontból azért szívderítő, mert ez egy meglehetősen nagy zarándok helyén nőtte ki magát. Kassap István sírjáról van szó, 1943-as a felvétel, hogy a Prohászka templomnak az udvar felőli részét láthatjuk, ahol ugye ez a dísz sírhely kialakításra került. Ugye Kassap Istvánt halála után, ugye 19 éves korában hunyt el, jezsuita novícius volt, eredetileg a sóstói római katolikus temetőben temették el.
a szülei egyébként ott nyugszanak. Látogatható ma is a sír természetesen, arról is van néhány felvétel, egyszerű kis fakereszt, tömegek a temetésen, és az újratemetésről, áttemetésről is rengeteg felvétel készült. A fortepánon ez az egyik legjellegzetesebb kép egyébként erről a sírról, és itt még nem látszik, de ha ma valaki ellátogat ide a templom kertjébe, akkor látja azt, hogy mennyi rengeteg hálatábla található ugye itt a gyógyulásokért, közbenjárásért hálátadóknak a kis táblái, különböző megjelölésekkel, rengeteg virág, koszorúk és minden egyéb. Ugye azt se felejtsük el, hogy Prohászka Ottokárnak a síremléke, az új síremléke, hiszen őt pedig eredetileg a hosszú temetőben, a kápolnában helyezték nyugalomra, az ő síremléke pedig a benti liturgikus térben található Orbán Antalnak az alkotása. Fehérváriaknak Kaszap István történetét nem kell bemutatni, de ha esetleg valaki nem tudja röviden, mivel is hívta fel magára a figyelmet a fiatalember? Ugye hát azt nem mondom, hogy legendája, hiszen ugye legendájuk a szenteknek van, bár ugye folyamatosan zajlik ugye a kezdeményezés Kaszap István boldogávatásáért. Igazából arról van szó, hogy itt ugye az ő erényeire szokás hivatkozni, illetve arra a történetre, ami hát megint csak egy hitbeli, meggyőződésbeli dolog, hogy amikor a vasútvidéket bombázták annak idején a szövetségesek, azt, hogy nem sikerült végül is porig bombázniuk, és hogy például a Prohászka Ottokár templom is részben, nem teljes egészében, de részben megmenekült, azt ugye Kaszap István közbenjárásának köszönheti a lakosság, vagy legalábbis ez volt ugye az elterjedt elképzelés, és összekapcsolták igazából, tehát a tisztelet ugye kibővült erre is, hiszen ugye Kaszap István egy beteg fiatalember volt, meglehetősen beteg volt már akkor, amikor őt egyáltalán fölvették noviciusként a rendbe, és hát ugye az ő élettörténetéhez nyilván sok legendás mozzanat is hozzátartozik, tehát az, hogy hősies fokon gyakorolta az erényeket, ugye van egy ilyen kitétel, ami azt jelenti, hogy az élete végéig igazából ő szeretett volna ott lenni abban a jezsuita rendházban, ahova aztán őt felvették. Végül is nem így alakult, ugye, de az ő tiszteletét azért az nagyban elősegítette, hogy ezek a hősies erények helyeződtek előtérbe. Tehát az, hogy egy 19 éves halálos beteg fiatalember ugye ragaszkodik ahhoz, hogy ő már pedig ott fejezhesse be az életét abban a rendben, aminek ő a tagja kívánt lenni, az nagyon fontos az ő szempontjából, és hát ugye a vasútvidéknek a megmenekülése, bár tudjuk, hogy a vasútvidék és a búrtelep ugye milyen károkat szenvedett, az szintén kapcsolódik az ő tiszteletéhez, és hát ugye ne feledjük el, hogy 1943-as a kép, ekkor már itt van a sírja, tehát ezért is kapcsolódik össze ugye az ő közbenjárásával igazából, főleg a vasút környékének, tehát a Prohászka utcának, a Várkörútnak a megmenekülése, annak ellenére, hogy tényleg hatalmas bombázások érték nem csak a vasút környékét, de például a belvárost is. A következő kép az Öreghegyre visz bennünket, hiszen ott áll egy épület, amelyet nevezünk a szerelem jelképének is. Valójában volt egy időszak, amikor úgy nem beszéltünk róla, mintha nem is lenne, ott pedig elég látványos és kiemelkedő, de most szerencsére teljes tekintélyét éli meg, és ha valaki Székesfehérvárra érkezik, akkor biztos, hogy felkeresi, illetve a fiatal házasok is szeretnek oda menni, fotózkodni. Folyamatos az élet körülötte, hogy a Borivárról beszélek. Évtizedeken keresztül épült ugye az a vár folyamatosan, egészen Bori Jenő haláláig, és hát azért utána is alakult természetesen. Ez egy 1943-as kép, amit láthatunk. Ugye ez az udvar felől, rögtön a bejárat irányából, hogyha közelítünk, akkor ez a kép fogadta a látogatókat 1943-ban. Tehát itt még azért az építkezések zajlottak folyamatosan igazából, és ugye Bori Jenő és azok az emberek, akit őt évtizedeken keresztül segítették, két kezükkel építették ezt a várat. Ugye ami a legfőbb szenzáció az egészben, hogyha építészeti szempontból nézzük, már pedig most abból a szempontból érdemes leginkább nézni, az, hogy beton. Tehát egy beton építményről van szó, ahova, hogyha valaki ellátogat, valószínűleg a beton az, ami legkevésbé szemet szúr neki, bár nagyon sok jellegzetes
erkélye van például, bástyái vannak, amiken azért a látszó betonfelületek eléggé hatásosak, viszont nagyon jó a burkolása is bizonyos tereknek, és hát azért ne felejtjük el azokat a szobrászati munkákat, beépített plaketteket, érmeket, véseteket és minden egyebet, ami ezen az épületen, akár csak a homlokzaton elhelyezkedik, a belső terekről nem is beszélve. Tehát ez egy akkora, hatalmas, gazdag gyűjtemény igazából, amit a család ma is gondoz, ami hát azért méltán került be például a Guinness rekordok könyvébe is. Ezen a képen inkább kastélynak tűnik nekem, mint várnak. Egyébként az építészek azért nem fogadták el mindig a maga helyén ezt az épületet, mert az volt a vélemény, hogy túl sok irányzatot hord magába, de én szerintem ez így egybe egy irányzat, a mi borivárunk. Így van. És így szeretjük, ahogy van. Jöjjünk vissza a belvárosba. 1943-ban járunk még mindig. A romkertet láthatjuk ugye a képen, pontosabban a mauzóleum épületet, ami 1940-ben készült el. Ugye Abanovák Vilmos szekkói díszítették már ekkor is belülről, és ugyanazok a jellegzetes építészeti elemek, az üvegablakok, a vasrácsok, minden megtalálható volt rajta, ami ma is. Ugye 3 éve készült el ez az épület akkor, amikor a kép készült, és ugye egy stilizált városkapu választja el és köti össze egyébként egymással a vízivárost és a belvárost. Egy olyan kapu, ami soha nem létezett egyébként. Amikor itt a 40-es évek végéről mutatunk különböző fotókat, közösségi oldalakon szerepel, akkor nagyon sokszor szerepel az is a képaláírásban, hogy a lebombázott városkapu, szétlőtt városkapu, stb. És nagyon gyakran előkerül hozzászólásokban, de itt soha nem volt városkapu. Valódi városkapu tényleg soha nem létezett, a romkert kialakításakor építették ezt meg igazából, tehát nem volt ez a közlekedő út a vízivárosból a belváros felé és vissza. És ami még ugye nagyon fontos, ami a háttérben látszik, az a neológ zsinagóga épülete, ami 1943-ban még áll. Aztán 1945-ben ugye több bombatalálatot is kap, és hát ugye él az a, mondjuk azt, hogy legenda, vagy városi történet, városi monda, hogy ugye egy repülőgép landolt, egy ilyen kényszerleszállás következtében landolt ugye a tetején. Hát, hogy valóban ott volt-e az a repülőgép, vagy oda húzták, ez igazából erről vitatkoznak a korabeli emberek is, a kortársak is. Minden esetre a zsinagóga pusztulása az 1944-45 fordulóján következett be a bombatalálatok és a belövések következtében, és bár megmenthető lett volna, egyrészt annyira kicsi volt a visszatérő közösség az eredeti zsidósághoz képest, a neológ közösséghez képest, és annyira nem volt erőteljes, ráadásul ugye az országos propaganda is abszolút az ateizmust hirdette, ugye a kommunista ideológián keresztül, hogy 1949-ben elbontásra került maga az épület, pedig a korábbi években, tehát 1945 után még esküvői szertartást is tartottak a romok között. Tehát, hogyha nem az egyházi jelentőségét, csak az épület jelentőségét nézzük, már azért is érdemes lett volna. Egyébként ez a kép a sokak közül az egyik kedvenc képem. Kifejezetten már-már nagyvárosnak tűnik ezen Székesfehérvár. Nagyon szép a hangulata, és az az autó is, amit ott látunk, az is nagyon jó. És hát egyáltalán jó, hogy látjuk, hogy mekkora volt, de hatalmas volt ez a zsinagóga. Tehát azért úgy rányomta a bélyegét a városra. Igen, és ugye azért azt se felejtsük el, hogy körülbelül 8 évtizeden keresztül állt ez a városban. Bár voltak kezdeményezések az elbontására, voltak olyan felhangok, főleg már a 30-as évektől, hogy le kéne bontani, nem illik a történelmi környezetbe, a keresztény városba, Szent István városába, és még sorolhatnánk. Aztán jött a 60-as évek, amikor épült a helyére egy szálloda, és aztán jött a 2000-es vagy 2010-es évek, amikor a szálloda helyére épült egy irodaház. Irodaház, köszönöm szépen. Ugye az aljában üzletekkel és minden egyébben. Na, ez az az irodaház, amire már viszont a mai építészek is azt mondják. Például Csutin és Ler Erzsébet, aki ugye a zsinagóga emlékműnek volt az építész szakértője, hogy
az Alba Régia szálló az még csak-csak elfért ezen a területen, Szent István szarkofágjától nem messze a Romkertel átellenben. Egy ilyen modern irodaház már nem biztos. Ha nagyon szörszálhasogatók akarunk lenni, akkor már talán a hotel sem egyébként. Menjünk tovább, a következő képen visszatérünk az Icsi-ligetbe. Igen, ugye megint csak kronológikus sorrendbe állítottam a képeket, tehát itt azért fogunk ugrálni bizonyos területek között, viszont ennek lesz majd folytatása a következő kép. 1945-ben járunk az Icsi-ligetben, a Vörös Hadsereg fotóarchívumából származik egyébként ez a kép. Ugye, ami feltűnhet a Szent Háromság emlékmű, a bal szélén a fényképnek, ugye itt szovjet és minden egyéb német tankok. A jobb szélén a képnek a Wertheimház, az Icsi-liget 1-es szám, tehát ugye rögtön a ligetnek a kezdete. Ugye szemközt, amit láthatunk a képnek a közepén, ott hátul, az ugye a romos színház épület, és a Magyar Király szállodának az épülete. Tehát így nézett ki igazából az Icsi-liget környéke 1945 elején, ez már a városnak egyébként a visszafoglalása 45 tavaszán. Tehát ezek az állapotok fogadták igazából a mindennapokban a fehérváriakat, és ebből kellett a várost valahogy felépíteni. Mennyivel jobban mutatott az az autó az előző képen, mint ezek a félelmetes tankok? Tehát ha itt voltak a történelem része mindenképpen. Nagyot ugrunk a kronológiai sorrendbe is, hiszen most 5 év. 5 év telik el, viszont ugyanazon a környéken vagyunk. Ami ugye a kép középpontjában látható, az evangélikus templomnak az épülete, és itt bal szélen belóg a bíróság, törvényház épület. Ugye 1934-re épül fel Sándi Gyula tervei alapján ez a vörös téglás templom az evangélikus gyülekezet számára. Egy olyan környéken, ami még egyébként tele van kis apró családi házakkal, illetve üzemi épületekkel, hiszen a Karl ecet és likőrgyárnak a kis épületei ekkor még állnak az úgynevezett Szelke-Majornak a területén, illetve a Várkörút sincs még kinyitva ebbe az irányba, 60-as évek elején kerül kinyitásra, majd fogunk arról is képeket mutatni. Ugye a Mátyás Király körút, mai Mátyás Király körútnak a folytatása igazából, és a 60-as évek elején válik sugárúttá, de majd mindjárt fogunk olyan képeket is látni, ami még a Várkörút eredeti nyomvonalán közlekednek speciális autókkal. Nyilván ezen a képen az a szembetűnő, hogy nincsenek ott azok a bizonyos panelépületek, amelyek azóta már ott vannak. Igen, és ugye látunk például a kandelábereket, látunk kisebb léptékű lakóházakat, és bár azt nem látjuk, de itt például a sarkon van egy foghítelek, ami a II. Világháború során tűnt el onnan az épület, bombakárt szenvedett, és a 60-as évek elején épült a helyére egy másik ház, azt is majd meg fogjuk mutatni természetesen. Mi lesz a következő kép? A következő képen megint csak ugrunk az időben, és térben is valamennyit, ez a belvárosnak a másik széle, a Vörösmarty teret láthatjuk 1953-ban. Ugye ami a képnek az érdekessége, ha megnézzük, bár nem annyira látszik, mert ugye ez ismerni kell a környéknek a korabeli állapotait, azért a földszintes házak láthatók. Tehát azt jól látjuk, hogy ma már nem ez a látvány fogad minket. A másik érdekessége a képnek az az, hogy egyébként a maga a 69-es előre emlékmű egyrészt a másik irányba fordult, tehát eredetileg ugye a városból kifelé menekült ez a katona, és vitte magával a bajtársát, és ugye az út is jóval keskenyebb volt, ugye ennek az útnak a kiszélesítése az a 70-es évek elején történik meg, a szobrot is egy kicsit beljebb teszik, és arrébb is tájolják, ugye Bori Jenőnek az alkotása egyébként 1931-ből, tehát megint csak visszaköszön az ő neve és a munkássága, és tényleg ami a képnek az érdekességét adja, hogy itt a háttérben, és hát ugye a maga az emlékmű mellett is földszintes vagy részben emeletes épület látható. Tehát ma már teljesen máshogy néz ki ez a környék. Nos, hát akkor menjünk tovább, még mindig Vörösmarty tér a következő képen is. És nem is megyünk egyébként sokkal arrébb, hiszen ez az egykori Piactér és Tolnai utca kereszteződésében mutatja meg ezt a területet 1954-ben. Ugye, amit itt láthatunk, akkor már szabadságsörözőnek nevezik az egykori hágit, amit aztán ma is egyébként így emlegetnek, és az a kis út, ami megy be mellette, ugye ez a Tolnai utcának a bejárata, vagy a torkolata.
Ugye ami szemből látszik a képen, az a piactér, és a piactérnek az egykori házsora. Ha nagyon jól ellátnánk a végéig, akkor a bableves lenne ugye a legesleg vége. Ez pedig ugye Szauter József fűszerkereskedésének a helyén nyílt már a II. Világháború után. És aki jobban megnézi a képet, az láthat egy kis bodega-szerű emeletes építményt itt a képnek a jobb szélén a háttérben. Az az egykori buszváró terem. Tehát ugye ekkor már az 50-es évek elején a buszközlekedés az megindul a városon belül is, néhány járat, helyi járat közlekedik, illetve környező településekre is, és ez az első váróterem. Ez ma nagyjából ott, vagy nagyjából ott volt megtalálható, ahol ma a piactéri parkolónak a legszéle van a Vörösmarty tér felé, tehát ahol a nagy társasház emelkedik igazából, tehát lényegesen kijebb volt a Vörösmarty térhez képest, és hát a belvárostól meg egy picit messzebb. Tehát a mai helyére ugye majd csak a 60-as években kerül, és aztán a 70-es években történik ugye az első nagy fejlesztése igazából magának az autóbuszpályaudvarnak. Azért ez a táj nagyon sokat változott azóta, meglehetősen nehéz sokat felismerni. Hát ugye az egyik legszembetűnőbb változás az a házaknak a hiánya, illetve az, hogy más jellegű házak kerültek ide, és hogy a keramit burkolat is megszűnt, ugye váltotta az aszfalt, ami már jóval kevésbé csúszós, és jóval biztonságosabb is egyébként. Említetted, hogy visszatérünk a Várkörútra, lehet, hogy itt az ideje? Igen, egy 1954-es felvételt láthatunk, és aztán mindjárt a szomszédban folytatjuk majd egyébként, azon a téren, ami ekkor itt helyezkedett el. Ez a Várkörútnak a korabeli nyomvonala, tehát még az 1961 előtti. Ugye, ami a képnek a hátterében látszik, az a színháznak a romos épülete, itt a jobb hátul. Ugye vele szemben, tehát jobb szélen nekünk elől, ugye itt rögtön az úgynevezett gallaház, ami látható, kis sáncokkal védve, ugye pont az autóverseny miatt, hogy ott ne verődjön fel a piszok és minden egyéb, vagy hogyha valaki ugye véletlenül a falnak ütődne, akkor ugye ne érje akkor a sérülés. Egy autóversenyt láthatunk, a mai Dr. Kok László utca felől jönnek egyébként az autók, ez akkor ugye a Várkörútnak az első szakasza, a kezdeti nyomvonala. Mennyire szélesebbnek tűnik most ez az utca, igen, mint egyébként, igen, vagyis képest, ezen a képen. Ahhoz képest, hogy ma hogy néz ki. Ugye ez köszönhető a tér átalakításának is, hiszen a tér az ma már kinyúlik teljesen a házak közé. Ugye a strandfürdő bejáratától kezdődik igazából akkor még a Várkörút, és ugye kanyarodik ki a vasalóházzal szemközti területen, ott a Csücsökben. És aztán 60-as évektől kapja meg ugye az új nyomvonalát, tehát ekkor még egyébként a Várkörúton közlekednek ezek a versenyautók. És a formaautók elődjét látjuk még itt az előtérben, nagyon aranyos, manapság játékból lehet látni ilyen autókat, de biztos, hogy érdekes lenne. Menjünk tovább, hiszen van még néhány képünk, úgyhogy jöjjön a következő. Igazából nem is megyünk odébb, csak egy nagyon picit arrébb fordul a fényképésznek a kamerája. A Ságvári téren járunk 1954-ben. Ugye itt látjuk a gallaházat a háttérben, mellett a Molnár Tibor által 30-as években tervezett bérház, és amit itt az előtérben láthatunk, ugye az egykori főutcai vagy Nádor utcai házaknak a hűlt helye. Ugye itt valamikor emeletes polgárházak álltak ezen a területen, és 1945 után kerültek lebontásra, amikor ugye bombatalálat érte őket. Kialakítottak egy kis parkot, ugye a 60-as évek elején ide kerül a Virágóra, erre a füves részre. Ugye mögötte van részben egy játszótér, részben pedig ugye a Ságvári emlékmű kerül itt elhelyezésre, azzal a domborművel, ami aztán a Haleszba kerül át, ugye a haleszi emlékműnek a talapzatát díszíti meglehetősen sokáig az a Ságvári Endre dombormű, és ugye Ságváriról kapja az elnevezését a tér, egészen addig, amíg a 60-as években aztán egy új neve nem lesz. De erről majd mindjárt beszélni fogunk. Március 15-e utca a következő. Szintén nem megyünk túl messzire, hiszen ugye a mai főutcáról van szó. 1954-es a kép, egyetlen egy sarokkal ugrottunk egyébként odébb. Ez ebben az épületben működött, lehet, hogy még most is, a Fejér megyei hírlapnak az ügyfélszolgálata, ahol ugye az előfizetéseket és minden egyebet lehetett bonyolítani. Ez ugye a Marosi Arnold utca igazából ma.
akkoriban, illetve kezdetben a Kígyó utcához tartozott, aztán a Velinszky utcához, mert ugye a Kígyó utcát átnevezték Velinszkyre, 1947 után. Amit itt ugye a Gallaház és a gyönyörű egyébként eredetileg szecessziós bérház között láthatunk, ugye az egy beton, részben téglafal, az egy háborús foghítelek, valamikor többek között Eisler Adolfnak a papír és képeslap kereskedése működött a színházzal átellenben, és a 60-as években került egyébként beépítésre, többek között egy fényképész műterem is volt. Ha most azt mondod, hogy ez Budapesten készült ez a kép, akkor azt is elhiszem, mert hogy ez a ház a maga stílusával a fővárosi régi bérházak stílusát idézi. Igen, igen, és hát azért jelentősen átalakult itt is a látkép. Tehát ma már azért szerintem sokan nem tudnák megmondani, hogy ez valóban Fehérvár. Én találkoztam olyan véleményekkel is, hogy ez biztos, hogy nem Fehérvárról készült. Ilyenkor az ember szépen leírja a részleteket, és akkor a végén azért, hogy mindenki rájön, hogy ja, tényleg ott járunk. 1957-ben érkezünk a következő képpel. Igen, egy portré, igazából Bori Jenőről láthatunk egy képet, nem sokkal a halála előtt készült róla ez a kép. Hát a Borivárnak a kertjében. Egy ilyen kis kedélyes beszélgetés során egy ilyen félig meddig beállított portré készült róla. Ugye kedélyes öreg úr, valószínűleg pont az építkezés kellős közepén, bár hát az élete vége felé már azért keveset foglalkozott az építéssel, mert nem volt hozzá annyi ereje, de hát a vidámságát azt megőrizte akkor is. Kedves idős bácsit látunk, és nagyon jó, hogy Bori Jenőről maradt ilyen kép fenn, és nem csak szobrok és egyebek, amelyek visszaadják annyira, mennyire visszaadják, de menjünk is tovább, hiszen újra város rész. 1958, és a Palota városban járunk, a Palotai úton méghozzá. Ugye ott a háttérben az egykori Felmeyer gyárnak, vagy Koloritnak, Patexnek az egyik kéménye látható, ami egy jellegzetes építmény. És nekem azért is volt könnyű beazonosítani ezt a képet, mert amikor én idejövök Szabadbattyánból, akkor errefelé szoktam közlekedni. Ez az a híd egyébként, ott a Varga csatorna, ha jól emlékszem, a Varga csatorna fölött, ami mellett az uszoda mögötti területre lehet egyébként bemenni. Ott van egy ilyen kis köz, vagy utca, nem is tudom, minek lehetne nevezni. És ezek a támfalak, ezek azért talán úgy mutatják, hogy itt egy hídról van szó. Tehát a lámpás kereszteződés előtt járunk igazából. Ugye a Palotai út, illetve a mai Mészői Géza utcának a kereszteződésről nagyon picit visszább. És hát ugye itt is, ami leginkább szemöltlő az, hogy családi házak állnak még ezen a részen. Mondjuk az utóbbi években is ez még jellemző volt, amíg ugye el nem kezdődtek a különböző bontások az építkezések miatt. És ha a járdára nézek, hát ma már ilyen fajta járda nincsen, hogy fel lenne háborodva szerintem az utca lakossága, hogy ilyen járdán kéne sétálni a népköztársaság. 1960 a népköztársaság útja. Itt lemaradt a kép címéből az, hogy útja. Ugye ez az, amiről beszéltem az evangélikus templom kapcsán. Itt a templom nem látszik, mert a bíróság épülete kitakarja. Itt is volt, aki megfogalmazta, hogy de hol van az evangélikus templom? Hát ez nem lehet 1960. A templom az már majdnem 30 év állt. Pont nem látszik egyébként ebből a perspektívából. Még itt ezek a kis kerítés elemek ugye látszanak, azok a nagy falak, amik ugye elválasztották a belvárost ezektől a majorsági épületektől, kis műhelyektől, minden egyébtől. Ugye a népköztársaság útjának a nyomvonala, tehát a mai Várkörút nyomvonala már megvan, ugye meghosszabbították egészen idáig a kereszteződésig, és ott van még az a foghítelek, ami akkor még mindig üresen áll, és aztán 1961-ben kerül végül is beépítésre. Ugye önkormányzati iroda is működik benne, illetve magánlakások találhatók az egykori kardháznak a háta mögött a Várkörút irányából. Tehát így nézett ki még a 60-as évek elején ez a terület. Szabadságtér a következő kép. Igen, említettem, hogy ugye a Szabadságtér az a mai Városháztér volt valamikor, illetve a főutcának a kezdeti szakasza. Ráadásul a koronázó tér is a Szabadságtérhez tartozott, tehát a számozások ugye folyamatosan változtak. Itt ugye, ami a legszembetűnőbb, egyrészt a színek. Tehát nézzük meg, hogy a püspöki palotának milyen a színezése.
és nézzük meg azt, hogy mit láthatunk az országalmán. Ugye volt az országalma történetében egy olyan szakasz, amikor deszkákkal körbevették, és egy obeliszket formázott, ez 1945 tavasszal, amikor többek között egy Sztálin képet elhelyeznek a Zicsi palotának a homlokzatán, és ugye éltetik a felszabadító vörös hadsereget. Aztán elbontásra kerülnek ezek a díszletek, és az országalma gömbjének a tetejét azt leveszik, és ugye egy fél gömb található nagyon sokáig, egészen a 60-as évek elejéig, és aztán a 60-as években visszakerül, korona és kereszt nélkül a felső gömb, majd aztán ugye a rendszerváltás környékén pedig visszanyeri igazából az eredeti állapotát, és ugye amit mindig szoktam emlegetni, bár ezen a képen nem látszik, inkább a 40-es évek elején készült képeken, hogy a város első körforgalmáról van egyébként szó, ez itt volt az országalmánál. Igen, és többek között itt látszik, hogy milyen volt még, amikor bent parkoltunk. Én szerintem jobb így a belváros, hogy megőrizhető a nyugalma az autóktól. Sokkal nyugalmasabb, így van. És lehet sétálni azért, és sokkal jobban illik hozzá. Belváros után tulajdonképpen még közel a belvároshoz a következő kép is. Van még egy szabadságtéri képünk, azt még mindenképpen érdemes megnézni. Szintén 1963, egy picit arrébb, ez a városi tanács épülete előtt készült, tehát a mai városháza épülete, ugye a Szamárfogat, ami hát akkor még azért nem számított olyan egzotikumnak, meg különlegességnek, nemhogy Fehérváron, de belvárosban sem, és hát ugye az érevszemű fényképész meg természetesen egyből odarohan, és dokumentálja az eseményt, egy hangulatfotót készít ezekről a szamarakról, és hát a lakosság, meg hát ugye meg a járókelők leginkább azt nézik, hogy mit fényképez ez az ember. Azért érdemes felfigyelni az akkori korban oly annyira jellemző, majd, hogy nem egyenruhának tűnő lóden kabátokra. Bizony. Itt az orkánok még nem mutatkoznak meg, későbbi képeken egyébként azokat is láthatjuk. Itt a lóden az, ami előkerül, meg hát a mici sapka, igen, ami ugye ennek a kornak a divatjához, meg az öltözködéséhez hozzátartozik. És hát ugye a nőknél pedig még a hagyományosabb viselet, tehát itt még azért a nadrágtól nagyon, nagyon messze járunk. De azért a csacsik csak felkeltették a járókelők figyelmét, nem csak a fotós néznek, mindenki őket nézi, lehet, hogy azért annyira nem volt már ez úgy elterjedt, hogy szamárfogat legyen, lehet, igen, hogy ló igen lenne, akkor nem lenne olyan különleges, de a csacsi az ugye annyira. Nos, hát buszpályaudvarral folytatjuk. Igen, ugye megmutattuk mondjuk azt, hogy az eredeti buszvárót, és akkor most mutassuk meg, hogy 1963-ban hogy nézett ki a buszpályaudvar. Ugye ezekkel az Ikarusz gyártmányú buszokkal közlekedett akkor még a lakosság, és egyébként ezek a gombák ugye ismerősek lehetnek sokaknak, még én is sokat vártam itt annak idején gimnáziumban hazafelé menet. A régi váróteremnek az épülete és a különböző kis építmények azzal a mozaik burkolattal, amit egyébként évtizedeken keresztül lehetett ugye nézegetni, és itt még a régi piac téren áll egyébként ez a váróterem, illetve meg az autóbuszpályaudvar, tehát még a Palotai út kiszélesítése előtti időszakban járunk, az majd ugye 70-es évek elején a panelépítkezések kapcsán történik meg. Idősebb korosztálynak megdobbanhat a szíve. Abban a szerencsében volt részem, hogy amikor a megújult buszpályaudvar felafatása volt, narrátorként, moderátorként részt vettem a rendezvényen, és ugye ott megmaradt a régi épületből egy ilyen üveges rész, és nekem erről az jutott eszembe, hogy hányan randiztak ott, és várták a busszal az érkező szerelmüket, és hogy milyen emlék lehet ez, és hogy mennyire jó, hogy ebből az emlékből annyi ott megmaradt. Most a régi képeket nézve is azért biztos van az a korosztály, aki ilyesmire gondol. Na de menjünk tovább, mert ugye a fejlődés útja az 1964-es képen látszik. Igen, ugye a balatoni forgalom az mindig is meghatározó volt a város életében. Az M7-es autópálya építése előtt is, az M7-es autópálya építése után is, hiszen azért továbbra is nagyon sokan errefelé közlekednek autóval, és ugye a balatoni úton állt valamikor, ma már talán emléke sincsen, hiszen most éppen építkezés zajlik ezen a területen, ez az áforkút és szervíz, aminek a környéke azért megint csak jelentősen átalakult, és egyébként be is épült az utóbbi évtizedek során. Itt még egy nagy üres területen láthatjuk egyébként ezt a létesítményt, és hát amit ugye említettél, hogy a keleti blokknak az országaiból érkezett autók,
tehát NDK, Szovjetunió, Lengyelország, és ott a 601-es Trabant is. A baráti országokat, ahonnan ezek legördültek a futószalagról. Trabant, Warburg és társai, amivel akkoriban jártak, akik hozzájutottak autóhoz, nem volt az annyira egyszerű annak idején, mint manapság. Gagarin tér. Hol vagyunk? 1965-ben vagyunk, és egy olyan területen járunk, aminek azért elég sok elnevezése volt. Ugye volt ez valamikor a 30-as évek közepéig Bognár utca és Várkörút részben, aztán amikor a házsornak egy részét elbontották, lett belőle 36-tól országzászlótér, majd ugye a második világháborús bombázások, átalakítások kapcsán ugye lett belőle Ságvári Endre tér, és aztán a 60-as években ugye Júri Gagarin űrutazása, a Szovjetunió hőse, nem is tudom, talán a vezérőrnagyi rangot kapott, nem emlékszem már a pontosan, nem csak azért, mert nem éltem akkor, hanem ugye meglehetősen sajátos címeket osztogattak akkoriban a Szovjetunióban. Lényeg az, hogy ugye Gagarin járt Magyarországon, többek között Budapesten is a 60-as évek elején, és hát nem csak Moszkvában, meg egyáltalán a Szovjetunióban volt hős, hanem az egész keleti blokkban, hiszen ugye úgymond a csillagháborút és az űrversenyt azt ugye a Szovjetunió, a keleti blokk megnyerte azzal, hogy Gagarin volt az első ember, aki az űrben járt. A Holdra soha nem sikerült ugye eljutnia, még a közelébe sem. És hát ne feledjük, hogy azért meglehetősen csúnya baleset következtében hunyt el. Minden esetre ezt a teret róla nevezték el, és itt, ami látható volt, ugye a legjellegzetesebb, az maga a virágóra, ami a 60-as évek elejétől már létezik. Nem megyünk messze a következő képpel sem. 1966-ban járunk a Velence szálló előtt, ugye tényleg nem vagyunk messze, itt is látszanak az autók, meg az a jellegzetes sárga szín, amit kapott az épület, ma már meglehetősen rikító sárgának számít, és ugye ami az előző képen is már feltűnhetett sokaknak, ugye a színháznak az átépített verziója, az a nagy hasáb építmény, ami a 60-as évek elején végül is felépítésre került itt a tetőben, és hát ugye így nézett ki akkoriban a Velence szálló, így nézett ki a környéke, volt ott egy nagy zebra, amin keresztül lehetett közlekedni, és hát ugye az autók, ahogy láttuk már az országalmánál, nem csak idáig közlekedtek, hanem a belváros szívében is lehetett akkoriban még parkolni. A következő képen azt is láthatjuk, hogy hol éltek az emberek, többek között ezen a lakótelepen is. És itt sem vagyunk egyébként sokkal messzebb az előző képtől, hiszen az Ibl lakótelepről van szó, 1966-ban készült ez a kép. Ugye az Esperanto tér és ugye a lakótelepnek az a hátsó része, ami a szabadságharcos út felé megy ki. Ugye akkoriban is működött már az ABC, meg volt az az üzletsor, ahol ma többek között a posta megtalálható, és minden egyéb zöldséges üzlet és egyebek. Tehát ez már akkoriban rendelkezésre állt, tehát egy komplett infrastruktúrával rendelkezett egyébként maga a lakótelep, volt óvodája, és minden egyéb, amit fel lehet sorolni. A névadó szobra, az az ülőnő szobor, ami ugye az Esperanto teret díszíti, meg volt már akkor is. Tehát azóta igazából olyan nagyon sokat ez a terület nem változott. Fel lehet ismerni most már olyan épületeket, amiben akár most benne él, aki nézi a televíziót. 1967-ből légi felvétel, ez amikor először megkaptam a listát, és felkaptam a fejem, hogy azért ez akkoriban nem lehetett túl gyakori dolog. Hát ugye egyrészt azért nagyon érzékeny dolog volt, mert voltak olyan katonai területek, amiket ugye nem lehetett fényképezni, vagy csak bizonyos engedélyekkel, vagy például pont katonai célra, és egyébként katonai felderítőgépről készült ez a régi felvétel is, de pont olyan területet ábrázol, amit akkoriban is meg lehetett mutatni. Ha 60-as évekből nézünk például légi fényképeket, vagy a 70-es évekből, ott például a budai úti népköztársaság úti laktanyáknak, Vörös Hadsereg, mindig összekever, a Vörös Hadsereg úti laktanyáknak a terület, ez fehér. Tehát ott semmit nem lehet látni. Itt viszont, mivel részben polgárházak vannak, illetve intézmények, ezért természetesen látható, és ez a felsővárosból a belváros felé vezető terület egyébként, tehát a mai Berényi út, Szegfűgyula utca, a felsővárosnak a széle, ugye a belvároshoz közeli terület látható egyébként ezen a képen. A 30-as években is több ilyen légi felvétel sorozat készült, hát akkor még azért más látvány fogadta nyilván a szemlélőket.
Menjünk a Szabadság térre és 68-ba. Megmutatjuk ezt a képet is mindjárt. Itt igazából a képnek az egyetlen érdekessége, amiért idehoztam, az az, hogy az idegenforgalmi hivatal úgynevezett városnéző kisbuszokat vagy mikrobuszokat működtetett, tehát a városnéző kisvonatoknak az elődjét látjuk igazából ezen a képen, és hát ugye nagyon népszerűek voltak ezek is. Ismét ott tartunk, hogy az utolsó képeket majd, hogy nem pörgetni fogjuk, de azért a lényeget várjuk róluk, hiszen például a lábasházat láthatjuk. 1970-ben készült ez a felvétel, ráadásul augusztus 20-ára van feldíszítve, ugye kis lapokból kirakva, vagy ilyen alkotmányunk ünnepe, vagy valami ilyesmi. Ugye a Romkerttel szemközti épület, Tóth Károlynak a műterme működött itt ugye egészen a II. Világháborús bombázásokig, és aztán ezt elbontották, és a 60-as évek végén, 70-es évek elejére készült el igazából a földszinten ugye különböző üzletekkel és egyebekkel, az emeleti részeken pedig különböző műteremlakásokkal. Köfémunkásszállót is elhoztad, meg tudod mutatni a nézőknek. Ennek annyi az érdekessége, hogy maga az épület az ma is áll, 1971-es a felvétel, és a Sörház téren járunk, tehát az a nagy több emeletes kollégium épület, amiben ma ugye főleg külföldi diákok laknak, az valamikor a Köfém munkásszállójaként épült a 70-es évek elején. Itt még láthatjuk, hogy egyébként nem készült el teljesen az épület, hiszen a burkolása az még hátra volt, de munkásszállóként egyébként már üzemelt ekkoriban is. A 70-es években még épültek a lakótelepek Székesfehérváron, erről is hozták képet. Sőt, már épültek. Ugye a vízivárosban ekkor indult meg a lakótelep építkezés, a Velinszky lakótelepnek az építése 1971, és aztán 72 környékén be is fejeződik, legalábbis az első nagyobb ütem, és ugye megtörténnek a beköltözések. Ugye az egykori Karlház az, ami látható a képnek a bal szélén, ugye mögötte az a 60-as évek elején épült ház, amit ugye említettem itt a foghíjtelek kapcsán, és ugye a kis földszintes házaknak a helyén kerültek elhelyezésre ezek a panelépületek, amik ugye ma is állnak a Kígyó utcában. És akkor érkezzen el az utolsó kép, amely ismét egy utcát, egy utat mutat nekünk. Szintén 1971-ben járunk, ez a Népköztársaság útja, tehát a mai Várkörút, a Kumbéla utca, mai Ősz utca felé nézve. Ugye az Ősz utcának az alacsonyabb házait látjuk itt a háttérben, és az előtérben pedig a Népköztársaság útján akkor még álló kis földszintes házikókat. Szintén a 70-es évek elején ugye elindul a palotavárosnak a szanálása, és egyébként hasonló látványok fogadják ott is a szemlélőket, majd a palotaváros bontása kapcsán fogunk ilyen képeket mutatni. Azért hoztam ezeket ide, hogy tudjunk róla, hogy azért a vízivárosból is készültek ilyen fotósorozatok akkoriban. Köszönjük szépen, a végére értünk. Hadd szóljak a nézőkhöz egy kis belső információval, hogyha azt veszik észre a műsor folyamán, hogy időnként kinézünk a képből, az csak azért van, mert itt van mellettünk egy monitor, és ezzel látjuk mi a képeket, hogy tényleg hitelesen tudjunk beszélni róla. Nos, tehát ennek a műsornak a végére értünk, de már utaltál rá, hogy folytatni fogjuk a képek bemutatását a történelemből. Igen, a 70-es éveknek a nagy építkezéseivel fogjuk folytatni, illetve azért egy picit visszaúrunk majd az 50-es éveknek a közepére, hiszen már beharangoztuk korábban, hogy ugye olyan fehérvári fényképészeknek a munkáit fogjuk megmutatni, akik meghatározók a várostörténetnek a dokumentálásában. Két hét múlva Váci Már történésznek köszönjük szépen, a Fehérvár Televízió nézőinek köszönjük, hogy velünk voltak, további kellemes tévénézést kívánok, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.